Már javában zajlik a szünidő, ezért önfeledten rúgják a bört a középiskolások a Brejóközi Sportcentrumban. Első ízben szervezett sportnapot a székesfehérvári diáktanács. Főként a drogok ellen harcolunk, és meg szeretnénk mutatni a diákoknak, hogy nyáron igenis hasznos időtöltés a sport, és emiatt mindenféle sportbemutató lesz. Az alaptéma a futball lesz, viszont jönnek ki az amerikai focisok, az intercross válogatott kint lesz, és ez volt a legfőbb cél, hogy tényleg sportoljanak a diákok. Östör Anna Mária egészségügyi tanácsnok üdvözli, hogy a fiatalok a kikapcsolódás és összekovácsolódás e formáját választották. Ehhez próbálunk mi is segítséget nyújtani. Az érdeklődő diákoknak itt egyrészt első segélysátor lesz az egészségügyi szakközépiskola résztvevőivel, másrészt pedig a védőnőink tartanak tanácsadást. Tavaly októberben alakult meg a székesfehérvári diáktanács. Minden jel arra mutat, jó úton haladnak a fiatalok. Mérli Mészáros Attila ifjúsági tanácsnok. Célként is neveztük meg, vagy nevezték meg maguk számára, hogy a kommunikációt és az egymás közötti kapcsolatépítést kiemelt szempont a diáktanács életében, és ez a nap pontosan erről szól, hogy együtt focizzanak, együtt sportoljanak az egészség megőrzés tekintetében. A sportnapon Róth Péter alpolgármester is tiszteletét tette. Itt a nyári szünet a diáktanács befejezte ez évi tevékenységét, a mai az utolsó ilyen szabadtéri rendezvényein. Ezúton is szeretném megköszönni a diáktanács munkájában résztvevő fiataloknak, hiszen ők önkéntesek és önként végezték ezt a közösségi munkát. Azt a felelősségteljes néhány hónapot, amit így a város fiataljai érdekében végeztek. A sportnap keretében egyébként a fiatalok arra is időt szakítottak, hogy egy látványos flashmob keretében a sportpályára varázsolják a Dunát. Így kívánták felhívni a jelenlévők figyelmét a dunamenti országok közös fejlesztésére létrehozott programra.